napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Bölcsész Klub hírügynökség. Ez egy rendhagyó videó lesz a csatornán, mert most újra indulnak a rendszeres heti streamek a Twitch csatornánkon. És ennek nyomán szeretnék egy kicsit mesélni arról, hogy milyen élmény számomra az élőzés, milyen kalandokkal járt ez az első etap és a platformunk kiépítése, mit tanultam a streamer szakmáról, és mit érdemes tudnia annak, aki esetleg streamer jövőről álmodik. Csodás! Jövőkép. Álljanak itt tehát azok a kínos, vicces vagy tanulságos pillanatok, amiken keresztül egy teljesebb képet kapunk arról, hogy miről szól a Twitch. Első fontos tapasztalat: a streamelés egy munka. Igen, egy munka. Azt gondolhatnánk, és én azt gondoltam is egy kicsit, hogy ez csak arról szól, hogy az ember leül és játszik, de ez csak a felszín. Egy átlag stream három órán át tart. Ha vagy, ha profi, mint a haverom Verster, akkor több tíz órán keresztül streamez megállás nélkül. Most gondoljunk bele egy kicsit, hogy milyen borzasztóan rohadt nehéz feladat hetente többször több órán keresztül szórakoztatónak lenni vágatlanul a személyes rémámon. Számomra ez egy borzasztó nagy kihívás volt, főleg azért, mert alapvetően gaming terén kétféle streamer van. A vicces, és a profi. És hát, hogy én nem vagyok profi, az biztos. <laughs> Jöjjön hát minden szempontból a legkínosabb streamer pillanatom. PS5-ről streameltem a Horizon Forbidden West nevű játékot, és kifejezetten fáradtan ültem le aznap este játszani. Emiatt pedig egy darab platforming részt másfél óráig próbáltam megoldani. Szerintem a platforming része nem annyira jó, mint az egyben. Én, én, én így érzem. De lehetséges, hogy csak Jobban kell odafigyelni, tudod, meg nem kell fél... félvárolg... A nézők abszolút megértőek voltak, de függetlenül ettől azért ott megtanultam. A streaming egy kőkemény előadói munka, ahol az izgalmas játszás és a folyamatos szórakoztatás kéz a kézben kell, hogy járjanak. Ez alapján pedig a második nagyon fontos tapasztalat a streamingről az az, hogy ez nem csak fizikailag, de mentálisan is egy kemény meló. Az egyik dolog az, hogy minden egyes mondatodra nagyon oda kell figyelned, mert hogyha nem vigyázol magadra, simán kibukhat egy olyan mondat, hogy... A férfival jár, hogy alapjáraton majdnem mindenben neked van igazad. A nők próbálkozhatnak. Meg így szórakozható nézni olyan cukika, hogy így, így igyekeznek, hogy hát ha talán nekik is igazad. Nem, te vagy a vezető, te vagy a, 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 a ház feje, csak neked lehet igazad. Ugyanis ha nem, nincs igazad, akkor meleg vagy. És az bűn. <laughs> a másik dolog meg az, hogy a folyamatos odafigyelés mellett a hosszú távú streaming is borzasztóan lemeríti az embert. Alapszabály például a platformon, hogy streamet nem mondunk le. Én ezt tartottam is magamat, minden streamet, amit bejelentettem, megtartottam még úgy is, hogy egyszer covidos voltam. Hmm meghalok annyira lázas vagyok stream, elnézést kérek mindenkit, hogyha egy kicsit visszafogottabb lesz a stílusom, mint általában szokott lenni. A helyzet az, hogy talán életemben nem voltam kétszer olyan beteg, mint most. Az a stream omega fájdalmas volt, alig láttam ki a fejemből, annyira lázas voltam, de meg kellett tartani. Már csak azért is, mert annak ellenére, hogy ott még nagyon pici csatorna voltunk, az ukrán kiokosodó stream alatt 350 ezer forintot gyűjtöttünk össze az ukrán menekülteknek. Igen, 350 ezer forintot, és igen, tudom hogy a feletek a mondat első felén csodálkozik. Mi az, hogy ukrán kiokosodó stream? Hát te nem egy Epic Gamer Boy vagy? Nos, a harmadik fontos tapasztalatom az, hogy minden streamernek meg kell választani a tematikáját, majd hagynia kell, hogy ettől függetlenül a nézői válasszák meg neki a tematikáját. Én a kezdetekben Switch és PS5 játékokat streameltem, No meg a kedvencemet, a megdöbbentően rohadt nehéz, Pokémon randomizert. Ebből kurva, hogy nem a defense alacsony, tehát a Metal a Claw, ami egy fizikai támadás, és ezért a defense számolja, az alacsony. A Special Defense az magasabb, az már 8. És ezeket tökre élvezte is a közönség, mindig összegyűlt 3-4 ezer ember, aki megnézte a streamet. És ez szerintem borzasztóan menő, én nagyon boldog vagyok ettől. Az ukrajnás kiokosodó streamemet 40 ezeren nézték meg. Ja, tudjátok, elindítottam egy ilyen smart stream sorozatot a csatornán, aminek az a lényege, hogy fogunk egy most éppen releváns témát, és együtt utána nézzünk, együtt kibeszéljük, együtt kiokosodunk belőle. Tehát megnézzük ezt az egész esetet, és hogyha folyamatosan az ágyba szarásról beszélünk, és a Step Donna ami nagyon vicces, Mind a kettő elég vicces. Hogyha ezt hiszük magunkkal lesz, idézzük fel éveken én, akkor mi is veszítettünk. Na most ezek a streamek kategórikusan sikeresebbek, mint a gaming streamek, ami engem egy kicsit elszomorít, mert uh, én mindig egy Epic Gamer Boy akartam lenni. Másrészt viszont borzasztóan megnyugtat, mert teljesen egyértelművé vált számomra, hogy mi az, ami érdekli a közönséget. A Pokémon nem megy sehova! Az annyira élvezem, hogy az egyszerűen csak így megmarad, mert fan. De a további tematikákat, ahogy a múltban, úgy a jövőben is, úgy fogom megválogatni, hogy az minél több embert érdekeljen a bölcsész klubból. Mert a negyedik tanulság itt jön be. Ahogy a témád megválasztásában, úgy a mindennapi közvetítések közben is észben kell tartani, hogy nem vagy egyedül. Ez a szerintem legkevésbé kitárgyalt része a streamingnek, mert mindenki úgy gondolkodik erről a szakmáról, hogy valaki játszik, a többi meg bambúja. De az én olvasatomban akkor működik jól ez a formula igazán, hogyha minél jobban, minél szorosabban bevonod a közönséged. Én személy szerint bölcsészeknek neveztem el a nézőket, mert borzasztóan rapperentek a gondolatra, hogy aki subscribe-ol a csatornára, az kap ingyen bölcsész diplomát. Na tessék, mindenki szeretne tiszteltbeli bölcsész diplomát. Ennyi, meg van beszélve, hogyha lesz valaha feliratkozás, akkor bölcsész diplomát kaptok. Ez alapján pedig megalapítottuk a bölcsészklub Club Discord szerverünket, ami egy elengedhetetlen szociális platforma streaminghez, és ezt is már úgy tanultam meghasználni, hogy a közönség segített benne. És végérvényesen, ja, ez a fajta folyamatos, közös munka közönséggel azt is eredményezte például, hogy még a szerkesztőség tagjai már messze túl sokan vannak, a Bölcsész Klubból egy pár embert névről ismerek. Home Chicken? Hát ez egy kurva jó név. Home Chicken? Köszönöm a szabot, cheesy! Ez a fajta személyes kapcsolódás és a streamingnek a vágatlan intimitása egy nagyon érdekes nexus fejleszt ki a alkotó és a néző között. Abszolút tudom ajánlani mindenkinek, aki belekezdene ebbe a dologba, hogy sose egy oldalúnak fogja fel ezt az egész dolgot, vonja be a közönségét, hiszen azok adják a legjobb pillanatokat, például amikor kirúgtunk egy politikust a chatből. Tudjátok, kiválasztottam a nézők közül egy tagot, aki jelentkezett, hogy legyen ő a chat moderátora. Neve Larante, és nagyon-nagyon jól végzi a munkáját, ami egy borzasztóan nehéz munka tud lenni. Mert történt példakép, hogy tartottunk egy streamet a magyar választásokról. Igen, én egy ilyen bátor gyerek vagyok. És hogyha egy streamer tart egy fucking két órás full előadást és gondolkodást arról, hogy kire lehet szavazni az ő választó akkor ne legyen veszélyben a karrierjét. Átnéztük mindegyik párt platformját, megnéztük, hogy én kire és mi alapján tudnék szavazni a körzetemben. Az egész ijesztően és karrier rombolóan hangzik, de abszolút nem volt az, borzasztóan tanulságos volt és békés. Amíg meg nem jelent Hajna Miklós. Éppen Hajnal Miklós terveit elemeztük és kritizáltuk, miközben megjelent a chatben Hajnal Miklós. Ami tök király meg tök érthető, látta, hogy a polgárok azzal foglalkoznak, hogy ő mit akar, úgyhogy bejött megválaszolni pár kérdést. Viszont ő nem egy nagy Twitch felhasználó, ezért frissen kellett regisztrálni egy accountot, ami alapján kívülről ez úgy nézett ki, hogy valaki, aki trollkodni akar, gyorsan összepakolt egy hajna Miklós nevű accountot, hogy bejöjjen a chatbe szivatni az embereket. Így pedig hajna Miklós megjelent, köszönt mindenkinek, és Lorante azonnal kibaszta a chatből. Igen, Greg, nem már, hogy nem követed a csetet, ez hatalmas. Oh shit, miért mit kellett volna Kint vagy hajnal Miki Insta What? Jézus Melyem és Larante letiltott a hajnal a csetemben. <laughs> Mi, mi történt itt? Mire maradtam le? A kedvenc pillanatom volt valaha. Persze azóta találkoztam vele az utcán, meg összeírtunk Instagramon, és nem haragszik, és nem készült tönkretenni az életemet. És Larantéval is csak úgy röhögtünk az egészen, úgyhogy általában azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon beszédes eset. A stream legjobb pillanatai tehát azok, amikből így vagy úgy, de a bölcsészek is kiveszik a részüket. Szóval ilyen mágikus és szórakoztató és barátságos ez az egész dolog, és tudom, hogy nem tudom sokáig kikerülni. Az ötödik és talán szakmai szempontból legfontosabb tapasztalat, a streaming -a abszolút nem egy annyira bejáratott, szabványozott és leegyszerűsített technikai terület, mint a videós kontentgyártás. Ahogy láthatátok a felvételek során, még a e rövid streaming karrierem során is rengeteget fejlődtem hard és szoftver terén. És a helyzet az, hogy még így is sehol nem tartok. Az élőzés ugyanis egy borzasztóan komplikált feladat, rengeteg új és furcsa szoftverrel kell megismerkedned. Az OBS-nek baz meg lelke van. Az csak azért kapcsolja ki magát, hogy történjen valami. Emellett pedig rengeteg költséges és nagyon specifikus hardvert kell megvásárolnod ahhoz, hogy úgy kb. működjenek a dolgok. Én ugye vettem először egy Switchet, aztán egy PS5-öt, hogy majd azokat közvetítem, és az milyen jó lesz. De persze kellett mellé venni egy rögzítőkártyát, egy laptopot, egy monitort, egy kamerát és egy lámpát, és aztán ki kellett cserélni a kamerát, és aztán ki kellett cserélni a lámpát, és most kezdek rájönni, hogy az egész felesleges volt, mert egy teljes stúdiót ki kell építeni a streamingnek. Szóval, ja, ez nem egy könnyen megtanulható, vagy könnyen kifizetett tehető hobbi. Persze velem egy kicsit elszartaló, de fontos a tanulság, kell rá időt és keretet hagyni, hogy az ember megfelelően investáljon a streaming elsajátításába és kiépítésébe. Mert hogyha ezeket mind meg is teszi, akkor is mondjuk bazd meg, elszáll a net, és akkor vége van mindennek. Velem ez hála Istenek, még nem történt meg, és mostantól már nem is fog, mert itt van nekem az Asus, akik nagyon rég támogatják a csatornát, és most a következő stream rohamra átdobtak nekem két otthoni wifi rendszert, hogy kipróbáljam őket. A TUF Gaming ax 5400 és az Asus Zenwifi Pro XT12 -t adták oda kipróbálásra, hogy ezzel biztosítsák a jövőbeli streamek biztonságát. Én szerintem a tufot fogom választani, mert egyrészt ultra gyors Wi-Fi 6 operál, ami 5400 megabit per sekes adatátvitelre képes, másrészt van egy dedikált játékcsatlakozó portja a problémamentes közvetítés érdekében, harmadrészt pedig az AI Mesh rendszerének hála, bárhonnan megbízhatóan tudok streamelni, akár a kiskertben elhelyezett hotta bomból is. Azt hiszitek, hogy nem áldozom fel a habtestemet a siker oltárán, természetesen lesz szirmai hot -tab stream. Ennek nyomán persze az is fontos, hogy AI Protection Pro is tartozik hozzá, ami VPA 3-as védelmi protokollt használ, így pedig a szanaszét wi wifi jelem és minden rácsatlakoztatott eszközöm ugyanazt a totális védelmet élvezik. Az Asus ZenWifi Pro pedig szép, vagy legalábbis nem úgy néz ki, mint egy eltaposott galaktusz. Hogy őszinte legyek, ez az Asus ZenWifi Pro XT12-es sokkal szebb, így egy átlagos otthon totális wifi lefedése érdekében én inkább ezt választanám ez is birtokolja az AI Mesh technológiát, így akár sokkal olcsóbb Asus routerekkel is tök jól össze lehet kötni, hogy mindenhol ugyanolyan mega erős legyen a jel. Míg neki nincs annyi specifikus gaming szolgáltatása, nagyon csinos, roppant, megbízható és sokkal inkább a videó streamingre optimalizált. 12 eszközre tudja tolni az adatot 11 ezer megabit perszek sebességgel. Úgyhogy mindenképp ezt is ki fogom próbálni, amikor 4K-ban akarok nézni egy videót, a Hotta bomban ülve. Nagyon köszönöm nekik a technikai támogatásét, ez mindenképpen segíteni fog bebiztosítani a streamet, és még nagyobb köszönet, hogy nektek is hoztak valamit. Ezt a menő setupot tudjátok megnyerni. Instagram story-ba kiposztoltam ezt a képet, oda alá tudtok nekem kommentelni, hogy melyik gémre használátok fel ezt a menő setupot, én kiválasztok egy embert, aki meg is kapja. De végérvényesen nagyon köszönöm nektek, hogy eddig becsatlakoztatok a streamekbe. Egy borzasztóan érdekes tanulási folyamat, én nagyon nagyon-nagyon-nagyon élvezem, rengeteg új ötletem van, és alig várom, hogy tovább épüljön, szépüljön a Twitch -satornánk. Akit érdekel, az megtalálja lent a linket, illetve akit nem érdekel, de azért kicsit érdekel, az megtalálja a YouTube linket is lent, ahol a smart streameket fel fogom tölteni. Nos, ennyi volt ez a kis extra videó, remélem tanulságos volt nektek is, így vagy úgy, kis keziket csókolom, nem sokára újra találkozunk. Szevasztok!